Ruházka püspök ennek az egyházmegyének egy vezéralakja. Nyilván az egyházmegye életében eltörölhetetlen jegyet hagyott. Az első magyar szent család ilyen jegyet hagyott, Kazap István, Bogner Mária Margit, de mindközött azt hiszem, és nem csak az egyházmegye szintjén, hanem az egész magyarországi egyházban Ruházka Ottokár egy fénylő, ragyogó csillag. Egy olyan ember, aki a maga Istentől áldott tehetségével az egyházat szolgálta, és az egyházban az embereket találta meg, akik felé a Jóisten szeretetét tudta közvetíteni. A hitnek lángoló szónoka és hirdetője volt, aki nem csak szép szavakkal beszélt a hitről, hanem a hitet igazán megélte. És így volt az ő élete, olyan szép példa, olyan sokak számára, hogy még ma is, 95 évvel halála után, még ma is az emberek úgy emlékeznek rá is, akik vették a fáradtságot, hogy egy kicsit a történelembe, a közelmúlt történelmébe is végül is elmélyedjenek, megismerjék annak nagy személyiségeit, meghatódottan tudnak rá gondolni és róla beszélni. Ruházka püspök a hit embere volt. Ő az életét odaadta az Istennek. Nem félig meddig, nem bizonyos alkalmakkor, nem néhány ünnepen, vagy amikor szentmisét mutatott be, hanem nagyon szép összhangban volt az egész élete a benne lobogó hittel. Ez a hit irányított mindent benne, a gondolkodás módját, amelyben akár a természettudományokkal foglalkozott, vagy teológiai kérdésekkel, vagy filozófiával, mindenben az Istent kereste, és az Istent próbálta meg fölmutatni. Mindent úgy szemlélt, hogy másoknak is be tudja mutatni az adott tárgyban jelenlévő Istent. Úgy lássák, amiről beszélnek, hogy az őket közelebb vigye a jó Istenhez. Egy csodálatos adottsága volt ehhez. De a maga egyéni életében is ez az Istent keresés, Istent szolgálat határozott meg mindent. Legendák járnak arról, hogy hogyan imádkozott. Akik látták Ruházka püspököt imádkozni, mondták annak idején, az a látvány egy lelki gyakorlattal ért föl, amelynek emléke egy életet elkísért. El tudom képzelni ezt, és amikor a püspöki palota kápolnájába letérdelek és imádkozom, akkor mindig eszembe jut, hogy itt imádkozott Ruházka püspök, és igazából úgy kellene imádkozni nekem is, ahogy ő imádkozott. Feladat, cél, amelyben nem megszégyeníteni akar ő bennünket a maga példájával, hanem inspirálni, hogy lehetséges. Próbáljunk jobban imádkozni, próbáljunk összeszedettebben imádkozni, mert ha neki sikerült, sikerülhet nekünk is. És az egész életében, minden cselekedetében ez a keresztényi hit vezérelte, az a tanítás, amit Krisztustól kapott. Az egyéni életében, az egyház kormányzati életében, a keresztek viselésében, a megaláztatások alázattal való elviselésében, a szegénységnek a hordozásában, az egyszerűség szeretetében, mindabban, ami olyan érték, amit a mai ember is általában értéknek fogad el, csak mégsem akarja megtartani, mégsem keresi ennek megélését, hanem inkább azt keressük, hogy hogyan tudunk azt mondjuk egyről kettőre lépni, hogyan tudunk kicsit előbbre jutni, hogyan tudunk kicsit nagyobb tekintélyre szert tenni. Ő neki megvolt ez a tekintélye, nem kellett keresnie, mert belőle fakadt. És ami belőle fakadt, az az Isten ajándéka volt. Úgy gondolom, hogy egy olyan hit élt benne, amely megtapasztalta nagypéntek szenvedését, sötétségét, és megtapasztalta húsvét fényét és ragyogását, dicsőségét, az új életet is.
A szenvedés tapasztalata az a valóságos földi, mindennapi életéhez tartozott, a hittel szemlélte azt, ami vár rá, ami Krisztusé lett a föltámadás után, amit az egyháznak adott az Úr, és ami az egyházat várja majd az égben.